A technikumokban már sikeresen lezajlottak a központi írásbeli vizsgák, a szakképzésben tanulók számára azonban még korán sem értek véget a feladatok. A szakmai írásbeliket ezen és a következő héten tartják, a gyakorlati vizsgák pedig egészen június 23-áig tartanak. Az egyes vizsgaidőpontokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái egyénileg meghatározhatták. A tanulóknak a digitális oktatás miatt nagyon nehéz volt felkészülniük a számonkérésre, egy egyedi miniszteri döntés alapján azonban április közepétől legalább kis csoportos felkészítésekre lehetőség nyílt. A mi tanulóink, amikor lehetőséget biztosítottak ezek az egyedi miniszteri döntések arra, hogy kimenjenek duális képzőhelyekre és folytassák a gyakorlatokat, amikor lehetőség volt arra, hogy kis csoportba bejöjjenek és gyakoroljanak, akkor igyekeztek mindig maximálisan zömében részt venni ezeken a foglalkozásokon, és nagyon örülök annak, hogy nem éreztem, hogy a tanároknak ez kényszer, hiszen nagyon sokszor már ők kérdezték, hogy jöhetnek-e ők, és érezték azt, hogy az online oktatás időszakában ez egy közös probléma, és én azt gondolom, hogy ez a vizsgaidőszak, ez a vizsga csak akkor lehet sikeres, ha itt együttműködik oktató, tanuló, szülő, duális partner, és én bízom abban, hogy a tanulóink zöme sikeresen veszik az akadályt, és nagyon sok új szakembert bocsájthatunk a munkaerőpiacnak idén is. Ezen a szakács vizsgán még nem kellett, idén már minden résztvevőnk kötelező lesz a maszk és a kesztyű használata. Az igazi kihívást ugyanis a gyakorlati vizsgák lebonyolítása jelenti, ahol minimalizálni kell az érintkezéseket és minden eszközt le kell fertőtleníteni. A pincérek vizsgáján ráadásul csak védettségi igazolvánnyal rendelkező lehet a demonstrált vendég, de más szakmák számon kérésénél is szükség volt a változtatásokra. Például a szépészetben egy kozmetikusnál, fodrásznál nagyon nehéz, de itt is mindent megteszünk azért, amit csak lehet babafejen, prezentáción, hozzátartozón, osztálytársan végzik a gyakorlatokat. Természetesen mindez nem megy a vizsga rovására, hiszen a vizsgabizottság felügyeli és figyelembe követi azt, hogy a járványügyi szabályokat betartva, de minőségi legyen ez a szakmai vizsga. Vagy egy másik példa, hogy vannak olyan szakmák, ahol már előre vizsgaremeket kell készíteni a tanulónak, és később ezt meg kell védeni. Ilyenre van példa a faiparban. Itt ezek a vizsgaremekek már ott vannak a faipari tanműhelyben, és online kapcsolat révén fogják megvédeni a tanulók ezt a munkát, biztosítva ezzel azt, hogy ne találkozzanak és ne legyen személyes kontaktus. A főigazgató azt is elmondta, aki a koronavírus miatti megbetegedés miatt nem tud megjelenni a kijelölt napon, igazoltnak tekintik a hiányzását. Ezek a tanulók szeptemberben anélkül pótolhatják elmaradásukat, hogy azt javító vagy pótlóvizsgaként értékelnék, így nem érheti őket hátrány a késedelem miatt.